Sziasztok! Nagy csend volt a csatornán az elmúlt hónapokban, de nem ok nélkül. Egyéb más nem közvetlenül ide tartozó okok miatt, illetve más projektek együttfutása miatt sajnos elhúzódott az áprilisi videóban tervezett átalakítások végrehajtása. Elmesélem, mi is történt június eleje óta, ugye a Samu megfőzős videó óta, azóta nem hallottatok, vagy nem tapasztalhattatok a csatornán semmilyen új aktivitást. Kapott az autó 2,5 cm-es pogáncsás emelést. Tökéletesen elég a 2,5 cm nekem, mert így még a váltó és az osztóműkarja is elfér a műanyag boxban anélkül, hogy azt vágni kellene, valamint a kúlercső és a fékcső is elég hosszú ahhoz, hogy mindenféle módosítás nélkül használható maradjon az autó. Kapott az autó ilyen oszlopkapaszkodót, erről ugye készítettem külön videót, ugyanúgy, mint az emelésről, illetve elkészült ez a tálca. Ez nagyon praktikus, nagyon szeretem. Sok mindent ide lehet dobálni, akár a vezető ülésből is, illetve az utas is oda tudja tenni a cuccait, és mivel hogy van pereme, ugye nem csúszik le. Aztán következett az alvázvédelem. Erről nem csináltam egy külön videót, csak néhány vágóképet készítettem, miközben ment a művelet. Ahogy kell, kimostam az alvázat, amennyire csak tudtam. Ez sem volt egy egyszerű művelet, hogy az alváz belsejét hogyan mossa ki az ember. Próbáltam mindenféle módon, slagot dugtam bele, stb. Nagyon sokáig tartott. Aztán kapott egy, ugye szétszedtem. Leszettem sárvédőszélesítést, betéteket, stb. Szerencsére nekem itt a plató első részén sincs rohadás, illetve itt az első sárvédő hátsó részénél sincs. Úgyhogy különösebb előkezelés nem igényelt. Az alvászhoztartót lekorantoztam, mert azon volt felületi rozsda. Aztán ment rá a rücsi, illetve kifújtam az üregeket üregvédővel. 16 kg rücsi ment rá, nagyon-nagyon sok. Nem gondoltam, hogy ennyi sok rá fog menni, de most így nem lesz bele gond egy ideig, az biztos. Csináltam még néhány dolgot, új sárvédőbetétet kapott oda az alváz felé az autó, illetve elől is, ezt most nem biztos, hogy fogjátok látni. Ez is új, teljesen, nem két darabból van, mint az eredeti, hanem egy darabból. Illetve, ami még érdekesség, megpróbálom még világosabbá tenni, hogy itt van egy, ez egy műanyag betét, ami azt akadályozza meg, hogy a kerék ide a ködlámpához ide verje azt a rengeteg sarat, illetve ide az egész, ehhez az egész részhez, mert ezt nem tudom, gyárilag nem nagyon oldották meg, úgyhogy én csináltam egy ilyen betétet, nagyon fényes műanyag, ledobálja a sarat, viszont ez most egy hátrány nekünk, mert így nem tudom normálisan levideózni. Már csak egy apróság ugye, hogy a küszöb és a hátsó lökös is, amiatt, hogy emelve lett az autó, és mind a kettő az alvászhoz van rögzítve, azt is át kellett tennem. 2,5 centivel emeltem az autót, úgyhogy emelni kellett a küszöböket is. Hát, ezek már csak ilyen kis bónusz feladatok. Szintén ígértem a videóban, hogy rendbe teszem az első lököst. Jelenleg van legalább 3 donor lökösöm, úgyhogy volt mivel dolgozni. Ez most egy komplett varior lökös, amit láttok fent. Annyival, hogy ez a szélesítés itt, ez még az előző lökösről van. Ugye ez egy rövidített lökhárító toldat, illetve a nagykerék miatt, amiről majd mindjárt fogok beszélni, itt egy kicsit ki van belőle szedve, nem sok, annyira mennyit kellett. Ez még a lökös egy szórógítezést elbírna, de ez is megy tavaszra-nyárra, mert már most nem akarok ezzel tovább foglalkozni. Csináltam egy új csörlőlapot, mert nekem az előző csörlőlapomban úgy volt a csörlő, hogy egészen itt lent volt a csörlőablak, tehát ezt az első terepszöget, ezt nagyon rontottam, meg nem is nagyon tetszett az a kivitelezés. Próbáltam amennyire csak lehet kompaktá tenni, hogy ne lógjon ki, tehát ne álljon ki egyáltalán a lökhárítóból, ez azt hiszem, hogy sikerült is.
Majd még ide fel kell tennem a rácsot, mert ebből nem sokat láttok, de nincs feltéve a rács. Illetve ugye levakoltam ezt a, ide volt a rendszeren felfogató fülek voltak itt, nekem azok nem tetszett, azt eltüntettem, és most odalentre van feltéve, jelenleg görbén, de odalentre van feltéve a rendszám, majd ezt meg kell igazítanom, nagyszerű. Aztán... tényleg nagyon görbe. Mi van ezzel? Na, majd dolgozunk rajta. Na és akkor a két utolsó, de leglátványosabb beavatkozásom, ugye lefóliáztam az autót, ahogy ígértem, szürke és fekete lett. Szerintem baromi jól néz ki. Kemény meló, de megértem, mert nagyon-nagyon jól néz ki az autó. És kapott új kerekeket. Ez most 285-75-16, ezek 84 centis kerekek. Ez 33 col. Ez már azért nem kicsi. Annyi, hogy ott egy kicsit a lőkerítő elejével kellett dolgozni, de egyébként befért alá, tehát alatta van, rendben van. Illetve szintén látszik, és inkább csak dizájnelem, de szerintem jó. Ez a homokvas. Ennek van egy felfogatása. Ide a bukókerethez. Azért jó az a bukókeret, amit csináltam, mert végig tudok rá rögzíteni dolgokat. Ugye végig van engedve mindkét oldalon az a szögvas, amit említettem még talán az előző videómban, és tudok hozzá dolgozni. Tehát bármit, ha fel akarok rá hegeszteni, rögzíteni, füleket, akármit feltenni, tök jó, úgyhogy örülök, hogy ez így készült. Szóval itt tartok most, rengeteg munka van az autóban, összesen tudom számolni, hogy mennyi, több száz óra. Most egy kicsit pihennem kell, mert ahogy mondtam, több projekt futott párhuzamosan, és nagyon elfáradtam. Meg menni is kellene már az autóba, mivel május vége óta nem tudom, hogy összesen 100 km-t mente. De tavasszal folytatom, vannak az említett befejezendő dolgok, illetve vannak még ötleteim, de azért várom is az ötleteket, ha valakinek van tapasztalata, ötlete, hogy mit érdemes még megcsinálni az autóval, azt kérem, hogy ossza meg velem, akár itt, akár a Facebookon, talán gyorsabban tudok rá reagálni, úgyhogy remélem most már jönni fognak a videók, aki nincs feliratkozva, az iratkozzon fel, néhány túráról biztosan készítünk most már felvételeket, és majd feltesszük ide. Sziasztok!